Most nagyon figyeljenek, ugyanis mai játékkérdésünk a következő percekkel kapcsolatos. Készen állnak? A Maldív-szigeteken tartották a szimbolikus esküvőt és a nászutat is Szabó Péter is szerelme Jakaborsolya. A Covid idején utaztak ki, és úgy jártak, hogy az eredetileg választott szigetet lezárták. Így egy másik helyre, egy magasabb kategóriai reszortba foglalták át őket. Péterék utazását, ahogyan korábban is, utazási iroda szervezte. Székely Timi kérdezte őket a hazaérkezésük után. Bevállaltuk a Nórát, és életünk legjobb döntése volt. Fura volt, mert sokáig választottuk ki a szigetet, azért már sok anyagot is néztünk róla, a szívünkhöz nőtt, és akkor így Kanuhura, nem is olyan sziget, kisebbnek is tűnik, nem tudom, nagyobb sziget, mint a Lux, és exkluzívabb, fel annyi ember tud fogadni, és egy csodálatos hely. Úgyhogy tényleg elvarázsolt minket. Egy sokkal komolyabb helyet kaptunk, akkor nézegettünk róla videókat, vizualizáltuk. Orsikám 20 éve ez az álma. 20 éve vett egy könyvet Maldív-szigetekről, és mindkettőnk álma megvalósult azzal, hogy oda eljuthattunk. De az, hogy ebben, ahogy mondtam, videót néztünk, vizualizáltuk, elképzeltük, mindent próbáltunk begyűjteni, de sokkal-sokkal jobb és szebb és csodásabb, mint amit mi elmertünk képzelni. Azt mondják, már bocsánat, hogyha valaki egyszer elmegy Maldív-szigetekre, az függővé válik. Hát ez nálunk is megtörtént. Elszakadni is alig tudtunk, és így a terveink között az szerepel, hogy minden évben 2 hétre eljutni, de az nagy álom. Szerencsések voltatok, hogy megosztottátok a kintartózkodásotokat egy beach bungalóba, voltatok első pár napot, aminek végül is ajándékba kaptátok az upgrade változatát, a medence kapcsolatosat, illetve utána az ott tartózkodásotok többi részét pedig vízfeletti bungalóban tudtátok eltölteni. Erről tudnátok mondani pár szót, hogy mit ajánlotok, vagy hogy ajánljátok-e a megosztást, vagy hogy látjátok? Mindenképpen ajánljuk a megosztást, mert óriási élmény. Mást ad mind a kettő. Nagyon volt, hogy a beach villába kezdtünk, mert nagyon-nagyon eladta magát nekünk az a beach villa is magát, a medencével. Ott tudtunk eltölteni egy ilyen floating breakfastet az esküvő után. Egyébként ajándékban megkaptuk az esküvőhöz. Igen, a floating breakfastet, az is sokszor láttuk, néztük, és fú, ezt is ki kéne próbálni, és az is pipáztuk. Igen. Sikerült kipróbálni, akkor utána óckodtunk attól, hogy átmenjünk, mert annyira megszerettük ezt a beach villát, mert ott nagyon a természetben élsz a beach villánál. Tehát maga, ahogy bejöttünk a bejárati ajtón, ott volt eleve egy hatalmas üveg, ami a kertre, zöldre nézett, akkor utána egyel arrébb léptél, akkor ott volt már a teraszunk, ami megint a zöldre, meg a medencére, és ugye azon túl volt még egy széles beach sétány, és utána maga az óceán. Tehát ott volt egy ilyen kis dzsungel feeling. Elég nagy volt a beach villa is, szóval okay. Méretre ezek mind a két résznél nagy méretűek, úgyhogy tágas volt, külön gardróbszobával, gyönyörű fürdőszobával. Szóval nagyon, nagyon magas minőség, tényleg. Szóval. De a vízi villában meg megtapasztalod azt, hogy ott van előtted az óceán. Azt sehol máshol nem tapasztalod, mert tényleg bárki, aki így azon gondolkodik, hogy az esküvőjét akár ezen a szigeten, vagy Maldív-szigeteken szeretné, csak ajánlani tudjuk.